Kevesebb alkalommal riasztották lakástűzhöz a tűzoltókat tavaly, mint 2022-ben. Tudtuk meg Nagy Csabától, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől. 2023-ban Heves vármegye tűzoltói 293 lakástűzhöz vonultak. 471 tűzoltóautót riasztottak ezekhez az esetekhez, és 222 munkaórára volt szükség a tűzesetek eloltásához. A tűzzel érintett otthonokban jellemzően nem volt füstérzékelő, pedig ezek a kis készülékek a tűz keletkezésekor már hangosan jeleznek, akkor, amikor még van időnk cselekedni, a kezdeti tüzet eloltani, vagy pedig értesíteni a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon. Nagy Csaba hozzátette, lakástüzekben 3 ember vesztette életét az óévben. A kigyulladt lakóházakban 16-an sérültek meg, elsősorban a belélegzett füst miatt. A szakember elmondta, 11 alkalommal indult tűzvizsgálat. Az esetek többségében elektromos probléma, nyílt láng használata vagy a fűtési rendszer meghibásodása miatt keletkezett tűz. A tájékoztatóból kiderül továbbá, hogy 49 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, és 13 fő szenvedett valamilyen mértékű mérgezést a gáz miatt. Nagy Csaba a megelőzés érdekében azt javasolja, szerezzünk be füst és szénmonoxid érzékelőt, illetve olyan térben, ahol nem megfelelő a levegőutánpótlás, gondoskodjunk az állandó és automatikus szellőzésről.